Sziasztok, ez itt a Böge csatorna, és a hatodik részre folytatjuk a Borsodi Respoli sorozatot, ahol egyszerűen képtelen vagyunk nyerni. De nem is rajta múlik, és mégis képtelenek vagyunk nyerni. Nem tudom, mit tehetnék még egyébként. Tényleg, van egy ötletem, méghozzá az ötletem, hogy elköltöm az összes pénzt, amink van. Mert hogy az lesz, hogy most ha elveszítjük ezt a háborút, már pedig el fogjuk veszíteni ezt a háborút, akkor ki kell fizetnünk az összes pénzt, plusz még adóságot, úgyhogy most még a seggére verek a pénznek, mert mi más tudnék csinálni egyébként, de komolyan. Nem fogjuk megyen ezt a háborút. Ami ugye mondtam, hogy kell, csak nincs rá pénzem, az egy ostromgép. Max az ostromgép azért nem egy nagyon rossz ötlet, mert hogyha esetleg úgy alakulna, itt megint kikapnak a magyar, kikap a magyar oldal, de megint ez nem számít, mert nem tud már hova kattogni a, csatákban a warscore, hanem ostromolniuk kéne. Szóval, hogyha esetleg mégis véget ér a háború, és még oda tudok gyorsan futni, ostromolni, akkor gyorsabban fog haladni az ostrom. Közben nem tudom ezeket rakni valahova. Menjetek gömörre akkor, teljesen mindegy. Szóval gyorsabban tud haladni az ostrom, hogyha vannak ostromgépeink. Ennyi az összes reményem. De 11 hónap van még hátra, hogy ezek így megnyerik ezt a... Egy ostrom hiányzik kb. vagy lehet, hogy kettő is kéne. És amikor észreveszik a magyar... Tehát most megint feladta az ostromot. Ez, ez, ez hihetetlen. És a magyar király... Ugye azzal lehet még véget vetni gyorsan a háborúnak, hogyha a magyar király Elkapnák a magyar király. De a magyar király már el van kapva, börtönben van, és Tájarországban már nem tudom mióta. Úgyhogy most mindig az van, hogy odjön a sereg. O Megtámadják ezért, abba adják az ostromot. Ezért kezdődik el, megint. Kezd kezdődik el az egész. Minusz 81% közben. No longer sharing power. Géza hazatért. Lehet, hogy megpróbálok itt még egyszer egy ostromot megcsinálni, mert most lehet, hogy ezzel pont lefoglalják a seregeket. Minusz 82 Már lehet, hogy időben sincsen elég. Uh, tehát nincs elég időm, hogy ezt megtegyem. Lehet, hogy van. Megpróbálom. Meg kell próbálni, tehát nincs választás most. A 10 mangon el tudok 10 hónap kell elvileg. Ez az ostrom ez 4 hónap. Ez 14. Ez a teljes jelenlege az ellenségnek? Aki nem az én ellenségem, megint csak. Nem, még valahol van 700 ember. Tehát érhetnek itt meglepetések. Jó. 10 hónap. Vajon lekattog-e 9 hónap? Vajon az a 85-ből lesz 100-e? Amíg ez a 9 hónap. Tehát melyik fog hamarabb megtörténni? Morgit. Margit-tal. Margit, megadok egy puszikát, de hogy ennyiben maradunk. És több nem lehet a dologból. Most, mintha lelassult volna ez a ticking. Na most most megint látok esélyt, hogy ez meglegyem. 7 hónap. Náluk 20 nap. Ez 9 hónap, de talán nem fogja ezt itt hagyni addig amíg nem muszáj. Ezzel a székesfehérvár bevételével mínusz 90. Oké, okay, véget a Steyr háború. Kánszárú, oké, okay, tök jó, elvileg ezt most javították egyébként, hogy nem tudnak a világ végéről hívni emberek Turnamentekbe, be, de nyilván nem javították. Szóval mínusz 99 Viszont amint az, az, ez meg lesz, a vége a háborúnak, de lehet, hogy ez hamarabb meg lesz, sőt, ez biztos, ez négy hónap. Csak nekem legyen meg, nekem három hónap, 91 És megint, amint, megint mondom, hogy amint bevesszük, vége. Megnyerjük a háborút. Nem tudok most neked venni ajándékot, Eszter szívem, sajnálom, drágám, nem tudok egyszerűen. Szilveszter pedig felnőtt, azt tud, interakció lett, tehát igazából rámütött. Kicsit lassú, úgy, ne legyen örökös és elkészült a kontroll kimaxolódó zójomban. Hm, minusz 99. Jó, mínusz 93 az én háború, mínusz 99 a főnök háborúja, 40 nap. Most már talán akkor sem érjenek föl, hogy megállítsák az, a győzelmemet, hogyha most elindulnak. Tehát, tehát fizikailag lehetetlen, hogy leérjenek. 94, gyerünk srácok, 5 nap, 1 nap, ez az! Szereztem pénzt, 22 forintot, szereztem a börtönömbe embert, a, mondjuk az Blahoszla, blah, ez, stb. stb. Jó, szuper. És akkor végre megvan ez a háború. Te egy jó ég mennyit szenvedtünk ezért. Meg ugye két fiunk is meghalt ebben a háborúban. Tehát, hogy ez azért durva volt. Nem tudom, ér-e ér Bars ennyit, de valószínűleg nem ér Bars ennyit. Tehát, hogy itt... Uh, van egy vár, meg egy város, bánya. Hát ezt nagyon gyorsan szeretném átnevezni, nem akarok itt izé, izé lenni, de az legyen inkább... Várjál, micsoda? Komorcbánya? Van olyan, hogy bánya? Jó, ezt meg kell néznem. Az interneten egy helyen találtam utalást bányára, és az a Paradox Fórumra mutat, szóval maradjunk abban, hogy az valószínűleg körmöcbánya lesz. Körmöcbánya. És szóljatok, hogyha rosszul tudom. Körmöcbányai, így. Yes. Tehát ott van körmöcbánya. Barsban. És sikerült, sikerült végre véget vetni ennek. Viszont, infirm lettem. Nice. Jó ég. Ez rossz hír, ez nagyon rossz hír, mert az nagyon lecsökkenti az összes tulajdonságomat. Hát most már lesz nekem gondolkozni az öröklésem. Ugye még itt van szilveszter a, a, a fiam, aki lovag. De őt szerintem akkor én elküldöm, hogy legyen pap belőle. És akkor nem fog belállni az öröklés útjába. Jó, elküldtem papnak. Így sajnos egy lovagot is vesztettem. De van, aki átvegye a helyét. És. És akkor én ezzel nem érdekel, hogy hogy alakul a bohém háború. Illetve öröklésnél innentől ezben nincsen probléma, mert mindent az Szentgyörgyi Orvám fog örökölni, ezek valószínűleg parasztok lesznek. Igen, mert hogy itt két szlovák is van, szlovák terület, négy területen be, kettő, az nem megfelelő kultúrájú, de majd mondom, e fel, erről mindjárt gondoskodok, amint itt a development elkészül. Duke Magnus Grétuna. Szeretném jelezni, hogy ez mi. Ó, oh, ez az, ami lefagyasztja a játékot. Hát ez szuper. Igen, szóval ez úgy összekeresett tőle a játék, mint annak a rendje. Nem tudom, hogy hol volt a mentés. Például a fiam elmente, ám még nem küldte, vagy hát elküldte. szóval, próbáljuk még egyszer. Ha most nem fogadja el, Récskvitelek KB. Jó, oké. A fiam megint elfogadta, hogy elmegy papnak, és akkor már csak azt kell várnunk, hogy hogy alakul a háború. A. A, a bohémiai háború, Salomon megint valaki letartóztatta, még mindig ugyanaz, még mindig országban raboskodik, valószínűleg azért, mert egy petákja sincs, mínusz hatvan, aranyom van. Ja, ez szomorú. Na jó, viszont akkor hogyan tovább? Ugye ja, még a parasztok nem jöttek, de jönnek majd nem sokára. Amit a development elkészül, elkezdjük Zojmot átállítani, hogy legyen inkább magyar a kultúrája. Borszó Brezno bánya. Brezno bányánál láttak valamit. Breznó bánya Zójomnál volt. Igen. Tehát oda elmehetünk vadászni, és lehet, hogy nekem most jót tenne az idegeimnek egy vadászat. Vaddesznóra vadászni. Azt mondja, hogy... Hunt 75 arany. Be nem vagyok annyira biztos, hogy ezt szeretném. Az, az tudja, hogy ha majd megyünk, azért egy Master of Hunt az kell. Samuel lehet az is igaz, tehát ő halmozhatja a címeket. Lehet egyszerre tanácstag, ilyen elismert lovag, és, és az a harmadik. Kérhetek 100 aranyot a pápától mindenképpen. Na és akkor ebből én viszont elmegyek. ez közben a horvát király is bekerült a tömlöcbe pont a, bohémiai háború kapcsán. Szóval most már akkor viszont tényleg elmegyek ebből a pénzből, amit adott a pápa, egy hantra, uh, Huntra, méghozzá Press No Bánya, Ball Sighting, No Holding Heal, hát tökéletes lehetőség ez a kalandra. Viszek magammal egy hegyi szakértőt, a többi meg maradjon úgy, ahogy ahogy volt alapbeállításokon, mert most úgyis az a cél, persze jó lenne elkapni az állat, de az a cél, hogy csökkentjük a stresszt. Alapvetően. Ez most igen kimagasló. Jó, lássuk, hogy... Vagyis tudod mit? Ez legyen a slate the beast a cél, mert itt is veszítünk majd valamennyi stresszt. Elég jók az ará a, a számok. Ezért ezek szépen néznek ki. Jó esélyünk van a győzelemre. Győzelemre? Hát nem is tudom ezt minek nevezzük. Megölni a védtelen állat és bőkezőnek ismertek meg az emberek, meg is kaptam azt a Nick nevet, hogy The Generous. Ezt nem tudom miért egyébként. Már nincs Evil Call. Azt mondja Ildikó hozzá hírt, aki a karavánmesterünk, hogy rólunk azt mondják, hogy én bőkezű vagyok. Egyébként az vagyok, tehát tény, de hogy... De miért? Ó, oh, meghalt a börtönben Blahoslav, ő mondjuk nem lett volna a jó lovag a long sem az. Norman katolikus. Tudod mit? Én most ilyen jó arc vagyok. Kiengedlek a börtönből, mennyien Isten hírével. De nincs szükségem arra, hogy maradj nálunk. Na menjünk, Vadászunk, le azt a vaddesznyót. Mert vaddesznyó nem fogja lemadászni magát. Nagyon csúnyán viselkedik itt a Frigyes. Ő ugye, ráadásul Géza előtt, Géza meg a főnök, tehát nagyon nem tetszik nekem ez, amit itt csinál. Neked nem így kéne viselkedned, Frigyes, piece shit. Hontot meg tudnám támadni? Csak így eszembe jutott. Most miért jött elő megint ugyanaz az esemény? Kezd, kezdtek kezd, kezd frusztrált lenni. lehet, hogy hontot meg tudom támadni. Veszélyesen akarjuk megközelíteni, vagy nem veszélyesen? Menjünk veszélyesen. Szeretek veszélyesen élni, főleg, hogy inf, inf vagyok. Most viszont nem kaptam meg az infirm Oké, okay, most azt fogjátok hinni, hogy, uh, hogy direkt... Uh, alt f 4 de nem. Az alt f 4 ment a játék. Mondjuk nem. Csak Iron Man-ben ment, ez meg nem Iron Man. Na mindegy, szóval én, tényleg nem én voltam. Egyszerűen ilyen bagos most ez a, ez a játék ilyen állapotban, hogy az uh, a cucc és... CTD-zett, mikor rákattintottam. De a pozitívum az az, hogy uh, nem lett meg nem lettem így beteg, és ez tök jó. M Na, melyik legyen? Treacherous Game, Trusted Hunter, Mayor Gabrielre bízhatom magam, vagy pedig én fogom vezetni, én rábízom magam Mayor Gabrielre, mert ő jelentősen tudja növelni a siker rátát, most ez én 80 és akkor én akarom -e megölni az állat, vagy pedig együtt akarjuk megölni az állat. 26 százalék esély van itt arra, hogy megsérülök. De úgy látom, hogy sikerül mindenképpen megölni. Én majd, én majd leszek, és el is értem a célomat, uh, viszont lehet, hogy kicsit meg is sérültem. De a lényeg, hogy uh, talán sikerült levadászni, mert intent achieved, igen, és egy bortaszkot kapok, amit meg is kaphat, tarthatok. Mint Memento, hogy a fiamnak, Szilveszternek. Szilveszternek nincs ilyenre szüksége, ő, 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 papi pályára lépett, szóval nem tudom, mit mondjak neked. De én meg nagyon boldog vagyok, mert ez a bortaszk, ez egy tök jó dolog. 0.25 Prestige, 0.16 Rinone, Stress Game minusz 10%, Building Construction Cost minusz 4%. Szóval olcsósítottunk az építkezéseken. Tisztára megérte. a találtu, találkoztunk egy, any, egy hangya ösvény került a szemünkkel, és ment át előttünk, és ez a Levent, Drugent Levente szerint ez rossz ómen. Jó, ja, legyen, persze, menjünk körbe, hogy ne. Mert neki volt vagy nagymamája, aki, aki átment egy ilyen, és akkor ott rossz dolgok történtek. Nem is ért haza soha többet. Nyilván nem szeretnénk ezt a sorsot, Úgyhogy csak, csak megkerültük a a, 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 kerestük egy másik ösvényt egyébként. Eltartott egy darabig, de megvan. Oké, kérdés. Itt van ez, hogy Severed Lingered. Nem kéne ezzel valamit kezdeni. Nem az én má. Közben Orbánka felnőtt. Szent Györgyi Orbánka. Szóval nem a kéne ezzel kezdeni valamit. Van egy ilyen udvari gyógyászom. Ő nem akar így, nem tudom, lekezelni. Sarolt. Te ilyen tök, tök okos orvos vagy, meg minden. Nem? Nem gondolod, hogy segíteni kéne a uradon? Jó, hát akkor mindegy. Nem is fontos annyira. Érdekes módon megnyerték itt egyébként Turóc, uh, ostromát. Viszont azért nem nyert nekik százalék. Most kíváncsi vagyok, hogy bajmódszért jár-e. Minusz 86-on vannak még mindig vagy hát plusz, nekik plusz 80, plusz 90, jó. A horvátok elkezdték visszavenni Komáromot, de talán most pont lemegy oda a bohémiai sereg. És tudom én ennyi idén háborúznék, már réges-régen felázott volna ellenem a mindenki is. Egy pillanatra megálltak Barson, de mennek tovább. Az pont elég volt, hogy eljöjjön onnan a Szalinder. Jó, most már kicsit gyógyultak a sebeim, Ja, az elég brutálisan elbent felem ez a medve. Medve? Malac. Vadmalac. Szóval... Um, eljött onnan a, a, a Saliner, Salinder, sz, 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 viszont visszaküldöm. Tehát növelje szépen a kontrollt. Megjöttek a parasztok, hál' Istennek, ez azért is nagyon jó. Mert ők nem az a baj, hogy fellázadnak. Öcsém, mindenhol? Most ez komoly. Mindenhol fellázadtak. De még a, a magyar településeken is fellázadtak. Szóval ez csak azért baj, mert most mindenhol, ahol fellázadtak, csökkentették 25-tel a kontrollt. Ez egy jó nagy pofon volt így most nekem. Köszönöm, nem tudom, miért érdemeltem ezt ki. Elvileg nem kellett volna mindenhol fellázadniuk, de ők ilyen stahanovisták, ők így a mindenhol is fellázadtak. S-szuper jó, örülök neki. Akkor most nem tudom, van szeles van. Oké, okay, van egy jobb szenesár. Szent Györgyi Orbán, ő jobb lenne, ugye az onokám. Úgyhogy őt szenes szenesárnak. Az előző nem fog neki örülni. 0.2? Az, 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 számít jónak? Hogyha csak 309 emberem maradt? Hol a többi? Na azért? Ezzel le is zártuk a lázadást. Itt igazából tényleg az a baj, hogy ez kb. semmit nem zavart. Sem, se, semmi probléma nem volt ez a lázadással. Bár most a local specified az, a popular opinion Tad igen. De hogy most elvesztettünk nagyon sok bevételt, meg nagyon sok katonát. Azzal, hogy minden egyes földemen lecsökkent 25%-kal. Valószínűleg azért lázadtak fel, mert alacsony volt a pop Ja, miért volt alacsony a pop Kezdem Közben a sebeim. Az offenzív war miatt. Azért lázadtak fel mindenhol. Mert egy évezredik háborúzok. Ennek miért nincsen ilyen ilyenje? Ő miért nem? Ott. Pop Nulla. Mi a f... nulla. Várj. Nulla. Nulla. Lehet, hogy csak már nem látok rá, de hogy az, az nulla. Miért nulla? Ha? Miért nulla? Háborúzik 30 éve. Miért nem gond az neki, hogy háborúzik 30 éve? Hihetetlen. Ö, közben meg ugye... László csak, csak elindult érte a Jussáért. Vagyis pontosabban Géza akarja a Lászlót trónra segíteni. Ők elvileg... Dezs... Nem, nem testvérek, de... de igen, de testvérek. Szóval ők, ők testvérek. Most meglátta a lehetőséget itt a Géza, hogy a László... Lászlót felültesse a trónra. László ugye elvesztette mindenét. Ú, de király van Máténak. Ákos Máténak. Elég beteg... vagyok. De szerencsére Sarolt most tette a dolgát. Oké... Akkor én meg el akartam, tudom, mit akartam csinálni, rá akartam rakni itt egy klémet hontra, mert az nekem így pont úgy néz ki, mint egy terület, amit szeretnék magamnak hazavinni. Itt van most már a német-római császár is. Mondom, ennek a háborúnak kapcsán. Nem, nem ennek a háborúnak kapcsán. Ennek a háborúnak a kapcsán, mert a német-római császár az. Öm... Ja, ja, hogy én. Ja, hogy én a támadó oldalon vagyok. Oké, okay. szóval a német-római császár az támogatja. A, a Salamont, ez óriás ötlet volt Géza egyébként, mert hogy neked 3600 katonád van, a hr, hát igen, a királynak, Salamonnak nincsen sok katonája, de a hr-ének. A császárnak neki van. És most átvonulnak rajtam a földjeimen a népek, és letaposok a virágaimat, és ö, ostromolnak, mert nyilván, na menjél tovább, úgy, 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 haladjál, ne is lássalak, abszolút van kell, úgy, menjetek innen kifelé, és borsodban meg növeljük a kontrollt, mert az, hogy ott 75%-ra leesett, az rossz. Az kifejezetten-kifejezetten rossz. Neked még mindig nincsen Akkoládod. Um, lehetne E. Elkezdek keresni egyet. 75 preszt kerül, mert szerintem már kicsit kezd kiöregedni az ürge ebből a dologból. Most ez azért érdekes, mert nem tudom, hogy milyen viszonyban lesznek egymással um, a, a H.R. -e császára és a bohémiai támadók. Bohémiai támadók ugye még mindig jelentős mértékben támadnak. Uh, Máramarosson örösúr örös álmos vadászatot szervez. Én most ilyenre nem tudok menni, de érezétek jól magatokat a nevemben is, vagy helyettem is. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy hogy fognak alakulni itt ezek az összecsapások, vagy ezek a háborúk. Egyszerűen a bohémiai nem bírja behúzni. És az a, ne, az, az a fura nekem, én úgy tudom, hogy játék nem csal, de nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fura, hogy mióta tart ez a háború. tudjuk nézni, 13 éve tart, és senkinek semmi problémája nincsen vele. Hol vannak a bohémiai közvetlen területek? Ezek itt. Tehát, lit oké, Litomircében van. Jó, oké, lehet problémájuk vele, de nem tudom. Akkor ez szerint ez, ez, ez nem, nem gond. Uh, itt a, Eszter, a feleségem és, a, és az Orbán, ugye az unokám, érkeznek meg, és azt mondják, hogy uh, meg kell mutatnom a, a hatalmamat, és hogy az Orbán kovácsolt nekünk valami cuccot vagy szeretnek kovácsolni nekünk egy ilyen, uh, egy ilyen cuccot, amivel egy ilyen regáliát, hogy mutathatjuk a hatalmunkat. Ugye ez itt ilyen jogarszerűséget. Uh, de, jó, oké, tudom, itt kovácsol, hogy persze a kis biztos nagyon szép lesz, kirakjuk a hűtőszekrényre. Ez teljesen rendben van. Ezt a sereget egy 25-ös tábornok irányítja, te jó ég. Imre Hadik, csatlakozott hozzánk, ő elvileg pont jó arra, hogy átvegye a stafétát az előző lovaktól. Mit szeretnék ettől a cucctól, amit kovácsol nekem a Orbán? Ö, ff, nem tudom. Dinasztia motivál. Több mit? whatever. Rád bízom. Biztos, ahogy csinálod, úgy nagyon jó lesz. Ennyit tudok csak erre mondani. Szóval ez a hadik imre, ez elvileg jó lenne ide. És mennyire csatlakoz... És akkor ő, ő alapból csatlakozott az udvarhoz. Tehát nem kell, hogy... Fizessek neki, hogy letelepedjen, mert akkor van egy utód. Akkor minden meg van oldva. Minusz 25% a háború, a másik minusz 90. Azt szerintem örökre minusz 90 marad már. Illetve majd, hogyha így megnyeri a háborúját, nem, mert az meg el fogja veszíteni a háborúját. Géza. Nem tudom, mikor ez vége ennek a végtelen bohémiai háborúnak. Um, az a baj, hogy majd lehet, hogy uh, akkor is útban lesz ez, amikor mennék a hontért. 477 katonája van. Igen, oda kéne, 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 be kéne még azt húzni, hontot. Bár azt én már nem tudnám a saját kezemben megtartani, hanem vagyis muszáj lenne megtartani a saját kezemben, akkor viszont majd fel kéne vinni a 4 per 4 ből 5 per 5 öt csinálni. feleségem, lehet, hogyha ő segít, az segít. Nem, az nem segít. Akkor viszont le kell magyarni azt a 10%-os büntetést. Regis really had established. Ja, azt hittem már nekünk. De nem, valamiért ugye a Bori, imád a játék, hogy a Bori kultúrában, meg a vallásban mi történt. Úgyhogy most ez, erről kaptunk egy ilyen kis, olyan kis kis színest, a blikbe még pont befért. Bars ostrom alatt van, de állnak is tovább, hál' Istennek. És megint csatáról csatár. Ez, hogy az AI nem tudja, hogy a csatákból neki már nem fog semmi bejönni, az szomorú. Az nagyon szomorú. Nem tudom, melyik a szomorú egyébként, hogy nem tudja, hogy nem fog a csatákból ő már profitálni, vagy az, hogy nem tud a csatákból profitálni. Ez elég ilyen, ilyen érdekes lekorlátozásnak érzem, hogy bizonyos kadüzenetek esetén egy ponton túl hiába az is otthagyta az ostromot teljes készültségnél. Szóval egy ponton túl hiába, jó mondjuk, hogy támadták, hiába csatározó és vered meg 8 milliószor az ellenséget, egyszerűen nem számít bele már a háborúba. És most is ez van. Hiába küzdenek. nem, nem számít. Itt megverik a nitrai seregeket. Tehát magát a mi hűbérulunkat, a herceget. 49 ez a háború. Igen, valószínűleg itt a Géza, a legutóbb uh, Géza... Nem is tudom, Géza lázadta -e már fel. Azt hiszem, igen. És akkor László, László nem úszta meg. Na, elkész, nem készült még el. Jön hozzám Orbán kuncsolgni pénzért. Ez remek. Építsünk egy új forgyot. Olcsóbb lenne a fenntartása a seregeimnek. Öt éven át. 50 arany, és nagyon jó lesz az utca, ami elkészül. Jó, itt van kis unokám, a pénzt. Kis egyetlen szemem fénye örökösöm. Ó, te hol lettél? Sárosban ő lett a... Lampert... Ram, Lampert, Lampert... Uh, hercegnénak... Nek, stb. Ő lett a... Udvari okos embere. De jó. felvít az Isten a dolgát a... Szilveszternek. Pedig nem túl okos egyébként. Csillagokat nézek, nagyon szépek. Ki? Hol lehetne? Vagy lehetne e? Egyáltalán. Na elkészült közben a Szent Györgyi regália. Mindjárt megnézzük. Csak azt akartam először megnézni, hogy hogy áll a kontroll növelés. Még van vele van feladat. Körszán Dunn meghalt Arnó. Ő volt az, aki megölte a fiamat, Szent Györgyi Zoltánt sajnálatos körülmények között. Na, milyen lett ez, Kisanokám. arnakám? Prestige 0.2, Piatura 0.2, Prestige eh, 0.08, Short Rain Duration 12, ezt mondjuk neki hasznos lesz, 5 Traction Opinion plusz 8. Ez a Short Rain, ez viszonylag jó, mert eh, érdekes, hogy ezt saját magának csinált gyakorlatilag, mert ezt ő fogja, tud, ő tudja majd használni, ezt a módosítót power of the scriptures miről tanuljak meg egy verset? Megtanulok egy verset a compassionról, mert én compassionöt vagyok, még a nevem is az, hogy compassionöt. Igaz? Adjál pápa pénzt ennek örömére. Thank you. Akarjak, akarok én szuperstitious lenni, mert a Druget Levent az az, mondjuk ezt láthattuk már, hogy ő az, de mondom, hogy az budaság Ő volt az, aki mondta, hogy a hangyákon ne sétáljunk át. Mert uh, meghalunk, vagy valami ilyesmi, nem tudom, nem figyeltem pontosan. Csak így mondtam, hogy jó, persze, Zolikám... Zolika? Igaz? Menjünk, ahogy jól érzed, és akkor ostromolják Zólyomomat. Az is majd csökkenti a kontrollt egy kicsit, hogyha beveszik. Minusz 95% lék, sose volt még ilyen közel a győzelemhez. A csehek nem voltak még ilyen közel a győzelemhez. Uh, Count Bretislav, hát lehet, nem is fogja megélni azt, hogy itt legyen vége, ennek, vagy végre legyen ennek a háborúnak, de lehet, hogy igen. Most elkezdték ott, uh, jó, szerencsére Zólyomot ott hagyták. Ha ezt az ostrom megnyeri, tehát beveszi uh, szápesség várát felső Lorén, akkor vég a háborúnak. Ilyen egyszerű, 95%-on vagyunk ugyanis, vagy vannak ugyanis. Én pedig megvettem azt a trétet, ami majd vagy perket, ami majd segít, amikor uh, amikor közel a vég tudni, hogy közel a vég. Azt mondja nekem a feleségem, hogy néha nézek már fel a könyvekből. De én azért sem nézek fel a könyvekből. Fuck you feleség, miért mondasz az ilyeneket? Na jó van. Ennyi voltam már a legalább véget ért a háború. Ez egy pozitívum, amit mondhatok, de lehet helyette két másik, de legalább addig tudok csillelni, értitek, az már nem érint annyira közvetlenül. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!